sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Nyugatiból. Most jelenleg itt vagyok az eredményjelzőnél, majd mindjárt meg is mutatom, és várom Vikálira, aztán majd megyünk egy is vlogozni. Elvileg ilyen pár percet belül Vikálinak is be kéne futni, mert talán az újra volt megbeszélve. Hát várunk, aztán majd megérkezik, akkor jelentkezik. Egyébként Nyugati pályaudvar, csarnok, eredményjelző, ez a legeszem a találkozó. Várunk. Valamelyik gyilamossal fog jönni valószínűleg Rikáli. Lehet, hogy pont azzal, ami bejött. Na jó, sziasztok! Egyikünk elég, ha tapsol. Tehát nem magunkat tapsoljuk meg, hanem a szinkronizálás miatt. No, szevasztok! Sziasztok! Rikári és Adani, vagy Adani és Rikári féle sörloggal jelentkezünk. Az apropója az az, hogy Adani múltkor azt mondta a valamelyik vlogjával, hogy meghívhatjuk egy sörre. Ja, igen, amikor Már nem tudom, az melyik volt. Melyik a ligettéri metró megállós. Szerintem, ja. Amikor... És az első spontán vlog volt, mert a Barbie-hoz mentem a feféhez. De véletlen jártál csak arra. Odafele mentem, és akkor megálltam, és akkor nézzük már, hogy itt mi van. De akkor ott a hátuljának egy ilyen betonfala megmaradt, mert az tartja ott a igen, parknak azt, a... Azt mutattam is a videóban, hogy az megmaradt. Na. Na és akkor megígértem kommentbe Adaninak, hogy meghívom egy sörre. És hát most erre sor került. Egészségedre? Hát... Köszönöm szépen! Rohadt mi is meghívlak egyre, hogyha ezt megittuk. Egészségetekre! Cumbor! És hát akkor már úgy döntöttünk, hogy akkor csináljunk egy közös sörvlogot is. Így van. Ilyen még úgyse volt. Mindkettőnk csatornáján lesz. Hova tegyem az üveget, hogy ne legyen a képben, ne takarjon ki minket? Ott jó helyen van. Ott nem fog kitakarni. Esetleg, hogyha igen, befordítod, mint én, hogy ne legyen reklám benne. Ja, engem nem érdekel. Mindegy, reklámozhatjuk. Az én nézőim tudják, hogy milyen sört iszok, úgyhogy nincs ezzel probléma. Nekem meg nem fizet azért a réhet, de attól még reklámozhatom őket, mert a sör jó. Nekem sem fizet, de nem baj. Nem veszem a szemüveget és kisítő. Azt azért még egy, el tudtam mondani, hogy kérdezték meg pár, hogy milyen vagy mindig napszemüvegben, ennek nem az az oka, hogy nem vállalom a képemet, vagy ilyesmi, hanem érzékeny azt, hogy nem nagyon a fény nem jót, mert 5 éve megműtötték, és azóta a legkisebb fényre is érzékeny. Ja, és akkor napszemüvegbe kell járni? Hát, ilyenkor nyáron, amikor a napsütés van, akkor kell. Aha, és... Hát, nem nagyon látok nélküle, mert tényleg ez a... Dioptriás is, vagy csak fény? Nem, mert pont azért műtötték egyébként, mert hogy nekem nagyon erősen rövidlátó voltam, és... Ilyen látásjavító szemműtét volt. Aha, ez. És akkor most nem kell dioptria? Nem kell, azóta teljesen rendben van. Aha, de akkor tiédet semmi nem kell, csinálni, igen, meg tudták csinálni. Az nem lehet. Hát nekem megcsinálták. Nekem is, engem is műtöttek csak még gyerekként, de az enyémet nem lehet megcsinálni, mert... Nem lehet csak felnőtt korba csinálnak, ez a lézeres volt, hogy a szadóhártyát alakjunk. Az enyémet nem is lehet lézerrel, tehát az kizárt. Na, és nem akkor azt azért megmondjuk, hogy hol vagyunk, de ja. Bár lehet, hogy felismertétek, Rákos lesz rendező. Egy kis Trainspotting, nem tudom Adani videójában annyira fog látszani. Hát, látszani fakad pont, hát mondjuk a... Az enyém úgy van pont, hogy a Rákos rendező hírhet sorompó 10 percen túl is zárva tartható, amit menetrend szerint nyitnak föl. Ki van írva ott a... Hát azon ki vagy, hogy 10 percen túl is zárva tartható. Ki van az is, hogy mikor nyitják föl. A túloldalt kim van a menetrend, hogy mikor van legtovább bezárva. Egyébként a palotai kis gyalogsorompó is ilyen most. Igen, már. Rákos palota Újpest, tudom, arra is jártam már biciklivel. Régen ez nagyon kemény volt ez a sorompó egyébként, tehát ez... Hát a legutóbb, mikor arra jártam, vált a negyed órát, hogy fennyissek azt a kis gyalogsorompót, aztán meguntam és inkább elmentem az állomás fele, és akkor ott vállam, amely véve a biciklit átmentem a sideken ott az állomáson. Van fölüljáró is. Hát, de most arra felcipelni a biciklit. De igen, egyébként úgy kellett volna szabályosan valóban, hogy a felüljárón. Nem tudom, azt egyébként az ilyen vasútfotósok, meg a nézelődő kisgyerekeken kívül használja valaki azt a felüljárót? Szerintem egyáltalán. Nem, egyébként a rendező itt. Itt egy kiváló kollega. Na, hello. Szia! Most éppen sörvlogot csinálunk. Ja. Itt a kis kamera. És közben elment a felüljárónba. Veled nehez. Vasútnál vagy? Nem vagyok a vasútnál. Most kamerában nem mondom be, hogy hol vagyok. Ja, jó. Azt nekem se lehet egyébként megmondani. Nem dolgozok sehol, mert úgy van, hogy azt mondják, hogy ami nincs a Facebookon, az nincs. Tehát, hogyha nekem a Facebookon meg nincs kiírva, hogy hol dolgozok, tehát nem dolgozok sehol. De ezt már egy másik vlogban elmondtam, úgyhogy az unalmas lesz. Ja, ez az. Hello. Hello. Kiváló kollégám. Még a...
itt dolgozott annak idején. És szintén ott a hatos volt helyben? Ott a hatosban volt, meg nem tudom még utána hol. Hát én eljöttem a vasúttól, hát meg innen rendezőről, én eljöttem, nem is tudom. Akkor se rendezőn voltam, csak a csomópontnál fönn az esztergomi vonalon. De egyébként nekem annak idején a vasutas pályafutásom itt kezdődött a hatosba. Legyen ez a Bakter-vlognak a kezdete? Hát, hogy... Lehet, az egy jó hely lehet, mert az egy azért, de sokszor az egy... onnan mondták az infókat, ugye, hogy jönni fog tervonat, érdemes még várni. Ja, én nekem akkor egy nagyon nagy cimborám dolgozott itt, akkor kezdő Bakter volt, és ide a hatosba dobták be. Na, fölnyitották a sorompót, jelekik, úgyhogy most zaj van. Ez ritkaság, de mindjárt csukják és vissza, ilyenkor úgy szokott lenni. Persze, hát ilyenkor 1000 vonat van. Na, és egy kiváló cimborám dolgozott itt a hatosba, és egyszer így... Emlékszem, ilyen szeptember eleje vagy augusztus vége volt, jól bepálinkáztam este, és másnap itt volt nappalosba a cimbora. És hát így... jártam, beugrottam, leültem, dumáltunk, duma. Azt kérdeztem, hogy mondom, kérdezd már majd meg nekem egyszer, hogy nincs-e fölvétel a vasúthoz. És akkor jó van, azt mondja, hogy megkérdezi. Ja. És akkor ülünk, dumálunk, el vagyok, gyógyítottam magam, mert másnapos voltam, ugye előző este pálinkázás volt. És akkor egyszer csak jön le egy űrge, hát a ilyen vasutas, hogy bejön, azt mondja, maga az új ember? Gyorsan megkérdeztek. Mondom, mi van? Azt mondja, maga az új ember? Akkor jöjjön, mert 10 perc múlva indul a vonat, szálljon föl, Esztergomba kell jelentkezni, már megy a tanfolyam, Óbudára kell ember. Mondom, basszus, nem erről volt szó. Ja, annyira másnapos voltam, hogy így nem tudtam, hogy mit akarok, tehát hogy tényleg akarok-e ide jönni, mert egyébként én akkor még nyomtam a fősulit, csak megcsúsztam, és akkor gondoltam, hogy vagy vállalok ilyen korrepetálós maszek tanítványokat, és azzal ugye elleszek, vagy eljövök a vasútra, és akkor legalább a szakmában vagyok. Hát fölültem arra az esztergomi vonatra, hát mondom, van másfél órám kitalálni, hogy ez akkor még BZ ment. Van másfél órám kitalálni, hogy akarok-e vasutas lenni. Hát nem jutottam közelebb a megoldáshoz. És akkor leszálltam Esztergomba, ott már ott vártak az irodá ajtóba, ahol volt régen a... Hát akkor még nem is tudom, hogy hívták, munkaügy, vagy ezért most... Ja, hát ilyen a vasútállomásnál, meg ilyen, igen, mit tudom, HMS, meg akár nézi, ami van. A raktárban voltak ezek az ilyen... Nem az ágyás is lehet, ennyi. Na, ennyi volt. És akkor ott vártak, és hát akkor... Így nem is volt semmi megbeszélés, hogy akkor most mi, meg hogy, meg ezt tudtam, hogy szolgáltatónak. Tehát forgalmistának, aki nem tudja, hogy mi azt a gyufafejű, palacsintasütős, na annak, és semmi izé, hogy van, meg mennyi a tanfolyam, meg mikor kezdődik, meg izé, meg mennyi a pénz, meg semmi, csak már ott írjuk alá a papírokat, meg izé. Nem is voltak nálam papírok, másnap vissza kellett mennem, tehát csak a személyim nálam volt, meg ilyenek, meg diákigazolvány, akkor meg volt az is nekem, ugye? Suli véget, és hát így lettem vasutas, hogy így azért. Másnaposan erre szédelektem, és akkor azért... És ettem be beosztottak Óbudára. Délután már vasutas voltam. Beosztottak Óbudára abba. És ahhoz képest, hát nem, akkor ja, már ment a tanfolyam egyébként aznap, tehát azt hiszem 2 vagy 3 napot késtem a tanfolyamról, mert kétszer kellett még másnap, vagy meg lehet, hogy harmadnap is ki kellett Esztergomba menni, így papírokat intézni. Akkor még ott volt csomóponti főnökség, csak aztán az megszűnt, összevonták Rákos rendezővel, meg azért. És ott volt a főnökség, és ment a tanfolyam már, és úgy azért. Úgyhogy reggel még azt hittem, hogy csak így jövök lófrálni, az délután már vasutas voltam. Ahhoz képest, hogy véletlen csöppentem bele, ahhoz képest mennyit voltam? 13-ban jöttem el, tehát 11 évet. 11. Az igen, ja. És közben voltál héves is, meg... De az előtte volt, és akkor azt ott hagytam, a suli véget, és akkor még másodállásba visszajártam. Meddig voltál a hévnél? Hát főállásban 2000-ig,
besegítőbe, meg 2004-ig. Tehát már amikor a vasútnál levizsgáztam, meg megkaptam a normál bért, akkor már abba hagytam a besegítőt. Tehát amikor 98-ban kedepesen voltál, akkor, akkor még éppen csak kezdő lehettél ott a hívnél. Hát nem, 96-ban kezdtem. Ja, négy évet voltam ott, 4 plusz 4. Ja, de akkor a Becski adással együtt kezdtétek ott, vagy hát együtt, csak a Becski, ő izét vezetett, hát ő más, hévet vezetett. Hévet, és igen, meg villamost is vezetett. De hát akkor ő hévet vezetett, de együtt csináltuk a tanfolyamot, csak ő ugye járművezetőire járt, én meg ott is forgalmász voltam. Úgyhogy ezért. De egy időben jártunk meg egy helyre, akkor még az Őrsön a Spenótház működött. Ja. Na, úgyhogy most ennyi elég legyen a Bakter vlogból, tehát ilyen ezért majd ennek, ez ilyen sorozat lesz. Majd ki is akarok menni Óbudára. Adaninak már mondtam, hogy Adani, kopizom egy kicsit a Daninak a... Na, az is teljesen spontán volt, mind a kettő egyébként, mert nem is akartam akkor Óbudára menni, csak úgy felszállt Újpest a vonat, hogy de jó fölött, mert minden, a kettes, ami nem jár Dunán átmenni, és megállt volt Akvinkumnál, és addig csodálkoztam, amíg tovább ment. Úgyhogy muszáj volt, de mondd át, én miért gyorsított volt a vonat, és nem állt meg, vagy mi? Megállt Akvinkumba, csak minden leszálltam volna, meg így feleszbélt a jobban le kéne szállnom, már így csukódott be az ajtó, és ment tovább. Elbambultam, igen. Csak nem sok volt a sör. Akkor ráadásul nem, mert akkor azért vasárnap reggel volt, még nem ittam akkor még. Ja. De reggel csak, nem is szól, hát ez milyen dolog ez, vasárnap reggel. Csak teljesen más piac voltam Újpesten, és akkor mondom, hogy akkor nézzünk át egy kicsit akkor a kettesre is, mert nem utaztam azóta rajta, mióta betrótozták. Közben ígyunk. Igen, közben ígyunk. És akkor láttam meg ezt a váltót, mert úgy gondoltam, hogy akkor visszatja a gyalogok ott a sinek mellett ott a földúton Akvinkumig. És akkor láttam, akkor mondom, nézzük meg, ezt elhagyott váltók az elő jövőházat. Bementem, szétnéztem, csináltam egy logot, és utána még, hát akkor már van idén, akkor nézzük meg az összekötő vágányt is, ami a régi előművözben. Ezért, Trax vagy milyen? Legyél te is vasutas, ez a gyerekeknek a... Ja, az Ovilok volt, a 12-es Trax? Hát nem tudom, hogy az Ovodalok. Amire rá ilyen gyerekrajz van rajta, hogy legyél vasutas, vagy valami ilyesmi. Vagy ezért, hogyha felnőlök vasutas ezek, vagy valami ilyesmi. Az ilyen gyerekrajz, ilyen ovodások rajzolták, azt az Ovodaloknak szokták hívni, vagy Oviloknak. Tök jó néz ki, nekem nagyon tetszik. De egyébként meg a Óbudáról, ugye ott kezdődött a pályafutás, és pont a toronyba. Annyi, hogy a legelső szolgálatom, amikor már beosztottak ugye a tanfolyam után, az nem a kettes torony volt, hanem a másik, az egyes. Sőt, az óbudai pályafutásomban az első és az utolsó szolgálatom is az egyes toronyban volt. Akkor nem te voltál szolgálat, amikor Becski Andrásék ott mentek a tanulóvonattal? Nem, mert is van videó. Én fölkerültem utána a Vörösvárra, meg és nagyon keveset voltam. Csak fel akkor is írt, hogy ilyen ökölködéseket akkor lehet megcsinálni, hogyha így ismerős a forgalmász, abból gondoltam, hogy hát akkor is te voltál. Jó arcok voltak egyébként Óbudán akkoriban, tehát ezért. Hát meg amikor láttam, hogy Batyinál is az utolsó vonat előtt szólalkoztak a kijelzőkkel, kiírogattak mindent, hogy azért a Taksony új palota, Ránckeve. Na az a srác meg, aki ott volt Szoliba, ővel együtt jártam tanfolyamra, még a hévesre. Aztán azt hiszem ő is vasutas lett. De manasság ilyet nem lehetne már megcsinálni egyik szolgatélyen sem. Most ha szinkotán valaki bejátszaná ezért, de milyentől a vonat nem vált, miközben így indul a vonat, akkor mekkora balhé lenne. Fú, én nagyon sok mindent bejátszottam régen. Hát még a 90-es években a Hévnél ott mit tudom én, amikor Sziget-Szent Miklós gyártelepen, ott a diszkós vonatnál, ott nyomtuk a zenét a hőzőben. Ja, a hangos bemondóban. Mert ott nem voltak házak, ugye? Azt hiszem csak a rendőrség volt ott szemben, meg egy-két ilyen intézmény. Ott nem olyan vannak házak gyártelepnél. Gödöllő Héven ott a fújjárat ott is lehetett volna innen. Csak izék jöttek, csak ilyen, akik mentek a diszkóba, azt fogtuk, azt nyomtuk be nekik a hangosba a zenét. Azt tetszett nekik. Hát ma már lehet, hogy ezért akasztanának érte, nem tudom, hogy Gödöllői megy ezt. Nem volt ilyen ott a folyáratoknál? Biztos volt régebben is ott a folyárat. A folyárat? Hát az általában péntek, szombaton meg péntek esténként a Gödöllőnél volt a palota kerti, az a trafóklub, vagy nem tudom, minek hívták. És néha rockkoncertek voltak ott, néha meg ilyen izé diszkóbulik, de utolsó vonatokkal mindig mentek át a népek, ugye az volt a folyárat. Hát meg az elsőkkel, jaj. Meg az elsőkkel jöttek vissza. Ja igen. Ott mentek ott, de ott több helyen is. Hallott a mesvás dolgokat, ilyen mindenféle mendemondák voltak, hogy voltak még üveget is lúgtak ki lendületből. Hát ott voltak ezek, persze, aztán lett ott is ilyen polgárőrség, meg ilyenek. Igen, hát amikor már szekuritisek, meg rendőrök is mentek. Eleinte ott, de ott alakult a dolgozókból ilyen önkéntes. És akkor ők jártak, kísérték a héveket eleinte. Akkor még nem volt ez a security, meg az még az ilyen kezdeti korszak. Még a régi, még a múlt századnak. Thank you.
Megint föl van nyitva a sorompó. Na, akkor most megszámoljuk, hogy a vlog alatt hányszor nyílik fel a sorompó. Ez már a második. Ja, igen, a második. Hát ez nagyon gyenge már a vasút, tehát régen volt, hogy fél napig le volt csukva. Az egyik srác... csak bakter vlogozok, mert előjönnek itt a régi témák. Nem baj, azért vagyunk itt. Volt, hogy nem jutott a hatosba bakter, annak idején nagyon izé volt. De hát akkor még itt rendeztek, meg izé három tartalékkal tolattak, meg ezért. Nem jutott a hatosba bakter, és akkor úgy volt, hogy mindig amikor valaki erre járt, akkor fölnyitotta a sorompót. Ha éppen föl lehetett, főtelefonált a négyesbe, föl lehetett nyitni. Fölnyitotta egy kicsit, átmentek a kocsit, visszacsukta, azt ment a dolgára. Nem volt bakter. Voltak itt érdekes sztorik, vagy ezért. Nagyon laza hely volt egyébként. Hát vannak olyan átjárók, ahol több vonat jár, mint autó, és ez is olyan szerintem. Aki sürgős a dolga, az megy a felüljáró. Hát az körbe megy, meg ha ott is dugó van, akkor is előbb átér. Hát előbb átér, ahogy a felüljáró megy. Persze, hát én, amíg volt kocsim, most már nincs szerencsére. Igen, olyan láttam a vlogot, igen, hogy nem. Szegény Peugeot megadta magát végleg. Hát nem végleg, mert állítólag akihez került, megcsinálja végül. Hát csak annyit kellene költeni, nem biztos, hogy megéri. De ő szerelő, tehát ő ért hozzá. Meg vett hozzá, gondolom, kurva olcsón, vagy lehet, hogy azt is ingyen egy ugyanilyet donornak. És akkor ezért vett hozzá egy ugyanilyet donornak, és abból a kettőből összerak egyet. Hát végül is igen, neki két hozból egy jót már össze lehet lakni. Ja, vihetitek persze. Csak egy kicsit majd üljetek beljebb, hogy ne lógjatok be a kamerába. Na, hány percnél vagyunk? Hát, 20 perc körülbelül, nem? Hány egy fél órát fölveszünk, nem? Simán, hát... Hát azért Bence is örüljön, legyen mire elaludni, mert szereti a hosszú izéket. Hát nem, meg akármennyit fölvetünk, aztán maximum majd azért vágunk. Én nem vágok, én ezt eldöntöttem. Én sem nagyon fogok szerintem ebből. Nem vágok, mert annyi vágnivalom van, hogy én az ilyet, ezt azért, hát ez vágatlanos pont. Múltkor a Molnár Roland a Dunakeszin, az majd most fog holnap szerintem fölmenni a videó, hát mondjuk ehhez képest tegnap előtt, hogy fene tudja mikor. Az ővel is kiültünk, hogy ó, akkor fagyival csináltunk. Ez meglepetés akart lenni, de úgyis az, mert ez később megy volna. Vezérdőpacsi. És? Ott is ülünk, nem nyomjuk vágatlanba, de aztán abba is vágni kellett. Amire nem mesélem el, mert azt úgyis már látták a nézők. Ja igen, az már volt. Hát volt, csak még nincs, de lesz. De addigra már mire addigra volt. Na, időzavarba kerültünk, pedig még nem is ittunk annyit, hogy elgörbüljön a téridő kontinuum. Hát nem, ahhoz még azért akkor ígyunk Einsteinre, meg a relativitás elmélet. Hát a téridő elmélet, meg azért tudod a relativitás elmélet. Hát az úgy van, hogyha elég ilyen zöld üvegest megiszunk, akkor elgörbül a téridő, és akkor történnek ilyen anomáliák. Hát meg életben épp ez... a robotpilótanak, meg a teleport funkció, hogy az utolsó megiszol, és otthon fogsz ébredni. Például. Ha már nem tudsz hazamenni, akkor hát, de ez a jobbik eset, kell, de az a jobbik eset, hogyha... Hát a robotpilóta tudja a dolgát, és csinál... mindig az a talál. Ja, mint régen a sörös ló. Igen, bele van programozva a robotpilótába az útvonal, úgyhogy a robotpilóta az tudja, merre kell menni. Egyébként ezért jobb a ló, mint a kocsi. Ja, most berúgsz, utána vezetni nem vezethetsz. Tehát ott kell hagynod a kocsit, másnap valahogy hazakeveregni, másnap visszamenni érte. Ez tök szar. Ezért jó, ha az embernek nincs autója, mint hogy nekem sincsen ilyen gondok, nincsen. Vagy hisz taxit, vagy hazamész éjszakaival, vagy gyalog. Ja. Úgyhogy... Hát aztán már... Volt már olyan, de az még ilyen azért főiskolás kollégista élmények, hogy volt, amikor már valaki úgy belugott, hogy hiába jártotta meg a taxikat, azt mondta, hogy nem viszi el, tehát senki nem vállalta, hogy elviszi. Mert mondta, hogy azért összerókázza nekem a taxit, akkor végén az lett, hogy bevásárlok kocsi, bedattunk egy szállást, ott a Szilkópnál, bevettük a másik kocsi, és eltoltuk a koleszig, vagy 5 kilométerre volt még. Akkor még bevásárlok kocsi, van hazatoltuk. Az komoly. Mondom, cipelni nem fogjuk, nem bírjuk elcipelni. Hát persze. Hát végül is kreatív, meg kell oldani a problémát. Nem, tehát voltak olyan jófaj taxisok és tárgyasok, hogy hazaviszi, de akkor hogy ablakon a hűzés zsárófaj, aki kilógat, vagy veszem V-max 15 km per óra, és hogy azonnal, hogy gyanókázik, akkor azonnal fél csatófék.
És végig így a fejjel kilógatva az ablakon, hogyha hány akkor kifele, hogy van a könnyebb lemosni, mint a kukáj. Viszont a taxis, a hién a taxisoknál meg fordítva van, hogy ha magyarul beszélsz és nem vagy részek, föl se vesznek. Tehát ezért. Ja igen, mert ezért a részektől bármegyik kérdezik. A kollégám mesélte, hogy valami hazagyalogolt üllőre, mert ezért el akart menni taxival valami buli után, és hazagyalogolt, mert hogy ezért, mert hogy nem vették fel. Hát most legutóbb, nem is tudom, körülbelül egy hónapja voltunk Sűsápon, egyik havárommal, mert meglátogattuk egy közös ismerősünket. A vasútállomástól elég messze lakott, és már akkor leszálltunk a vonaton, hívtunk egyetlen taxival Sűsápon, nem is Sűsápon van, hanem szerintem Maglódon, a következő településen. Lehet, hogy nem Maglód, hanem valamelyik ott. Várjál, hogy van ott? Nem tudom, de valamelyik... De valamelyikek nagyon össze vannak épülve ilyen. Igen, és egy másik településük el a Ecser, Maglód össze van épülve. Utána, nem úgy van, hogy utána Gyömrő van, és az utána Sűsáp. Lehet, azt hiszem Gyömrői volt a taxis, és felhívtuk telefonon, hogy majd olyan este 10 fele kérdezik ki nekünk egy taxi idésre Sűsáp, és mondta, hogy felejtsétek el, már azért ma este nem tudok küldeni, már le van foglalva az összes. Aha, hát csak mind az egy autó. Hát onnan még, lehet, hogy csak annyi van neki, de vagy legalább egy 3 kilométerre volt még a... És igazából ők azt sem tudtak, hogy merre kell menni, mert úgy volt, hogy majd valaki kijön elénk az állomásra. Hát egy 10 perc késéssel ki is jött. Szóval még elmentünk a Tescóba, ami ott tök másik irányba volt, és aztán még hozzájuk eljologoltunk, és még onnan kellett visszajönnünk. Hát jó, de hát 3 kilométer amúgy meg nem. Megoldok, hát azt lesétáltuk, nem volt az a probléma, csak hamarabb kellett elindulni, hogy elérjük a vonatot. Hát egy Kecskeméten rendszeresen ilyen 5-6 kilométereket gyalogoltunk, mert a... Nem tudom, mennyire, hogy ismerős Kecskeméten, de ott a homokbányánál volt a koleszunk, ott a volt laktanyánál, ott az Osan fele, jó, kint a francba. Én Kecskeméten azért tudom, az állomásokat tudom, hogy hol vannak, aztán ennyi. Akkor a buszos kocsma ismerős lehet Kecskeméten, az ott van a vasútállomástól nem messze. Hú, nem tudom már. Oda sokat jártunk főiskolásként, meg az aranykerékbe mellette. Hát én, amikor Kecskeméten berúgtam, akkor már úgy berúgtam, hogy azt sem tudom, hol vagyok. Van egy bőzébb buszos kocsma, az könnyű megismerni, mert... Mi akkor utaztunk még. Mert az épületnek az oldal, vagy a kocsmának az oldal is fel van festve egy busz, meg belül is úgy néz ki, mint a busz lennél, hogy buszos ülések vannak mindenhol, meg ilyen, meg az a műanyag asztalak a buszokon van. Azt majd egyszer akkor meg kéne nézni. A vasútállomástól... Hát mert ott van a buszállomás is. Mellette van a buszállomás, és azzal szemben van a buszos. Aha. Meg lehet ismerni, melyiket a Google Maps-en megnézed, vagy a Street View-on, meg fogod találni, ott van. Én már nem emlékszem, hogy mentünk, azt tudom, hogy itt délután mentünk egy kört a kisvasúttal, még ment a kisvasút, hogy ugye háromszor ment egy nap, a délutánival elmentünk Majsára, ott volt végig csatlakozásunk Halas-Görös, és azzal vissza, de ha már előtte is söröztünk, akkor a vasútra vettünk, ott megittünk egy pannásbort, így ami körbe mentünk, és utána folytattuk a sörözést, és a postavonattal jöttünk haza. Ja, a postavonat is volt. Akkor igen, azért... Az de jó lehetett, igen, akkor nem utazgattam így éjszakánként, mikor mi volt a postavonat, de az ilyen jó hát lehetett, azért, igen. Én olyanokat csináltam, hogy mit tudom, gimis koromban már, hogy... Mit tudom, én összevesztem a hugommal, berágtam, fogtam, kimentem a Nyugatiba, de itt olyan ilyen este éjfélkor, mert ott laktunk akkor is. Kimentem a Nyugatiba, azt megnéztem, hogy melyik posta megy először. Ugye akkor a posta, melyik vonat jön először, a posta vonatok valamelyik. És akkor mit tudom én, megnéztem, posta vonat, Nyíregy, jó. Ameddig menjünk Debrecenig. És akkor vettem egy jegyet Debrecenig, meg egy 2 dekást, azt fölültem. Vagy nem tudom, és akkor így mentem egy kört, vagy oda-vissza, vagy egyszer volt, hogy körbe mentem, így Miskolc fele, meg ilyenek. Persze akkor másnap nem mentem suliba. Hát igen, igaz azért. Igen, mert mire visszaértél volna? Hát visszaértem valamikor délelőtt. Azt hazamentem, addig lenyugodtam, aludtam kicsit útközben is, aztán otthon is, azt el voltam. Voltak ilyen sztorik. Ja. Jó, meg azt azért, te mondtad, hogy te volt érted, hogy fogadásból, hogy ki az azért déliből hamarabb azért hazafele, hogy akik vonattal mennek, vagy akik villamossal meg busszal. De én olyat nem csináltam. Nem, és akkor csak ott szopták be, hogy felszálltak egy olyan vonaton, amik nem állt meg Kelenföldön. Nem sok volt akkor, de volt egy kettő, amik nem állt meg Kelenföldön, és Fehérváron kellett visszajönniük. És akkor így még akkor mi nem volt vezetékes telefon, meg semmi, ezért. Már biztos nék azért, hogy meg elkóvaljatok össze-vissza villamossal, amire a Batyiig kellett volna elmenniük. És akkor
Aztán hazament, és akkor, és akkor ugye két olyan buba, amikor már telefonáltak, mert ez vetedékes a szőlők, ezek már konafanza vannak, nem jöttek még haza, azt meg de az hogy valami lehet. Fürdős vonat volt, ami nem állt meg Kelenföldön, mert... Akkor éppen még voltak olyan vonatok, amik nem álltak meg Kelenföldön. Most már nincs. A Zsolti barátomat kéne megkérdezni, hogy Kenny Vágő, kalauz volt a délibe, tizenvalahány évig, pont abban az időben egyébként, tehát 87-től azt hiszem. Valahogy így. Ja. De ő is tudna sztorizni. Na, de hát ez mindjárt kifogy a sörünk. Nem, mindjárt hozok még egyet. De hogy legyen, hogy most addig megállítjuk, vagy... Hát addig, mert megállítatod, addig legalább a spódolunk vele. Én addig megállítom. Nekem egyszerű majd kivágni. Én nem vágok. Én most megállítom. Jó. Hozok még két ilyet, csak addig majd figyelj a kamerára így félszemben. Persze, figyelek én mindenre. A technikai szünet után visszatértünk. Várjál, indítom a felvételt. Én közben leállítottam mind a kettőt. Ja, jó, nekem megy. Jó. Na, visszajött Dani. Igen, hoztam utánpótlást. Egy kicsit így kellemesebb lesz folytatni. Igen, 25 percnél tartunk egyébként. Igen, egyébként azt, hogy azért, hogy hol dolgozunk, az nekem se lehet téma, mert... Akkor mi beszélünk róla? Neked ki van írva a Facebookra? Nincsen, és nem akkor csak... nem dolgozó, te se sehol. Nem, van egy ilyen belső szabályzat állunk a cégnél, hogy csak azért a főnök engedélyével lehet médiában nyilatkozni. Bár szerintem ezekre nem vonatkozik, de sose lehet tudni. Hát jó, hát... De tényleg nem hangzik el, hogy hol dolgozok, hogy... Meg egyébként annyira nem titok, mert szerintem mindenki tudja már, aki ismer. Majd ha eljöttem onnan, akkor kiírom, hogy hol dolgoztam utólag. Hát azt lehetett, nekem is, nem is tudom, mi van most írt kitán kiírva a Facebook, szerintem még az előző, még a legelső munkáján van kiírva. Nekem nem tudom, én a MÁV-ot meg ezeket kiírtam annak idején. Majd, hogy dolgoztam önkormányzatnál még, hát az első munkája az a Békési önkormányzatnál volt. Konkrétan, mert onnan számozok, és a legelső munkája az ott volt, tehát ott rendszergalázzáskodtam. De te informatikus vagy, igen, hát igen, és akkor az volt a legelső, hogy legelső munka, hogy már szakmában is volt, stb. Ott volt helyben. És már középsuliban is azt tanultad, vagy csak ezt, az egyetemet? Igen, ezt tanultam, mert az iskola neve is, ahol jártam, az a gépészet és számítás technikai szakközépiskola, és ott is informatikai szakon voltam. De és akkor egyetemen is azt tanultad? Hát igen, főiskolára jártam Kecskemétre, ugye a GAF-nak a mérnök informatika karára, tehát azt végeztem el 2008-ban. De várjál, nem az a kecskeméti főiskola, ami volt ott megálló is, és az volt a neve, hogy valami Kecskemét paraszt főiskola volt, egy ilyen? Nem, az egy nagyvasúti megálló volt, ami akkor, mikor Kecskemétre kerültem 2004-ben, már nem létezett. Mert én egyszer még láttam a vonatablakon, de már rég nem létezett az a megálló, mit tudom. És a neonbetűk nagy... világítottak. Igen. Én ezt nem láttam, mert évtizedekig kint felejtették azt a feliratot. Évekkel később, mikor kinyomoztam, hogy az a megálló hol volt, és ugye mondták, hogy meg kell nézni, mert nem mentem végül ki megnézni, csak a vonatból néztem, amikor arrafele mentem, hogy már nem volt meg. Aha. 2005-6 környékén volt ez. Hát. Nem, hanem most már nem is így jelent, de akkor még Kecskeméti főiskolának hívták, és akkor volt három kada, volt a GANFA, ahol én jártam, meg volt a kertészeti, meg a tanítóképző. Tudják, mint Bartos, hogy megnézem, hogy megy a csővétel. Igen, most már abból is egyetem lett, most már azt nem Kecskeméti egyetem. Hát, minden egyetem. Egyébként Pallaszaténi egyetem volt egy-két évig, aztán rájöttek, hogy ez hülyén hangzik, és inkább Kecskeméti egyetem lett. Egyébként én is annak idején úgy lettem egyetemista, hogy... Kandó. Ugyanaz volt a Kandóval is, hogy Óbudai Egyetem lett a Kandó Kálmár főiskolából. De várjál, nem, én úgy lettem egyetemista, hogy megbuktam a főiskolán, és mire végeztem, addigra egyetem lett. Ja, hát... Egyébként csak BSC-t csináltam, tehát... Hát most még 5 évig ott loptam volna a napot Kecskeméten, akkor is egyetemista lennék, de... Ja. Csak hát ezt nem lehet megcsinálni, az egyetemről még senki nem megy nyugdíjba, de előbb-utóbb azt el kell végezni. Vagy ott kell hagyni, hogyha nem sikerül. Hát de, mentek onnan nyugdíjba a dolgozók. Ja, hát igen. Hát nem, amikor voltak ezek a nagy diáktüntetések, ezek azért a hiók, meg minden akármi, és akkor mondták, hogy évtizedes tapasztalattal alatték vannak a felsőoktatásban, hogy a nagy tüntetés szervező vezérek, akik már azt hogy ez már 8 éve jár ugyanaz az egyetemre, ami 4 éves, meg a másik már 10 éve oda jár a 3 éves. Hát, mire, hát igen, hát azok tudnak ilyen hőokkarriert csinálni, hát mert igen. Ott is lépkedsz a ranglétrán, és mire te lennél a főnök, addigra elvégezted az egyetemet. Igen, csak annyi szó, megbuksz meg minden, hogy így azért lehet, csak hát onnan még senki nem megy nyugdíjba. Tehát nem lehet ezt végtelenségig húzni azt, hogy
Hát, hogy még egy évet ellévedsz annak, és nem dolgozok, az embert végtelenségét csinálni. Hát az az. Valamiben meg is kell élni. Hát meg én végigmelóztam közben, többet, kevesebbet. Amikor csinál, az is tartott olyan sok ideig. Hát nekem szerencsére ezért a iskola mellett nem kellett, csak én csak nyáron diák munkákat csináltam. De főleg otthon. Az Alföldről származok igazából, a Békés megyéből, ott főleg ilyen mezőgazdasági munkák, de azok mindig voltak, és oda kellett az ember, hát azt meg egész jól meg is fizették, igaz, hogy azért kellett. De ez hányban volt már még azért? Hát 2004-től 2008-ig, amikor ott voltam, de középiskolásként is például. Voltam kétszer címerező táborba, de utána viszont már... Én is voltam egyszer. De azt nem szerettem, mert akkor vontak le mindent, meg a diák szövetkezetbe mentél, akkor azok is lehúztak a színezáborból azért a... Nekünk a suli szervezet. A mosvékfajáért lehúztak, meg a tyúkolba lévő szállásért lehúztak. Alig vittem haza pénzt, azt ott voltam egy hónapig. Na de amikor meg így mondta, data fogott idegen eltem, meg policát címereztem egy egész nyáron. És ő feketén akkor... Kirohadtunk a napon a kukoricaföldön, hú de szar volt. Akkoriban az életem első LCD monitorát 2005-ben egy másfél hónap alatt kerestem meg akkor, ami 70 ezer forintba került. Ilyen munkám. Hát egy LCD monitort egy ilyen nagyobban, de... De tényleg, akkor azt azért nem fületett rosszul. Aha. Meg ráadásul Békésre még kocsival hordtam ki a munkásokat is, és még kifizettek egy tank benzint is. Aha. Pluszban, amikor kifogyott az autóban ez és tankolni kellett, akkor kifizettek egy tank benzint is. Hát nagyjából 15 liter benzint elautóztam ezzel, amikor kiálltam dolgozni, és kifizettek egy egész tankot. Tehát még olyan 25 liter benzint is. Jó, de hát én ilyen elsős vagy másodikos gimisként voltam, ilyen 91-2-ben, és... Minket kivittek valahol Mezőfalván, vagy hol voltunk, de nem a... Hát ugye ez kim volt valami TS valahol a francba. És onnan haza se lehetett jönni, meg semmi, tehát ott voltunk, az kész. Ilyen ifával hordtak ki minket a hát földre. Hát minket azért a Bakuszi címerező táborban volt az ifa, az még a jobbik volt a szalmabálás ifa. De volt a Bakusz túlsz, ami azért a traktor volt, és egy ilyen rozsdás pótkocsi benne. Az se rossz. Össze-vissza rázott minket, abban még legült is tudtál. Mint a katonasságnál, csak katonasságnál nekünk krasz volt az ilyen csapatszállító. Bossi Pullman, az volt náluk, és ez a... De már és a szerencsésebbek, de akkor én már nem voltam Bakuszon, de... De egy-két éve már mondták, hogy akkor már leselejtezettik a buszok voltak. Az rendszeres volt, hogy a BKV-től meg a bolároktól megvették ezeket a nagyon úskavasáron, ezeket a szarbuszokat meg kidobtak, és... Szamig ment, addig ment. Hát ütötték, ameddig ért, tehát kiesett lengésileg. Utána gondolom kitolták a rossz szelepre. Annyi volt, persze. Azt ugyanúgy úskavasáron el, adták csak hogy kiszakadt a lengésileg, mint oda se neki, mert elmegy az anélkül is a földnek, nem mindegy nekik, aztán ameddig az kiszakadt egy-két abnak, oda se neki legalább szellőzik, aztán így elmentek vele csak el. Hú, nincsenek arról fotók, vagy videó, vagy valami? Hát kéne egyébként, de nincsen, mert akkoriban még... Hát azt mondanság is nagyon sajnálom, hogy volt már VHS kameránk akkor is, mert hát ilyen családban nekem nem volt, de... Aha. Hogy azt kitartóban kellett volna könyörögni, majd 2000-től 2004-ig is, amikor középiskolás voltam, hogy hadd vihessem már. Hát olyan lehetem volna fotózni, 2002-ben, amikor egy szereges tehervonat járt ki gondolosta, vagy 2003-ban, amikor akkor volt a BZ vész, amikor ugye sok BZ-t állítottak, és akkor ezért az A... Arra emlékszem. Vésztőcsebben között volt, hogy az AB-m ott ment a BZ helyett, és húzott maga után két BZ pótkocsit. És úgy ment el Csabára. Megoldották valahogy, hogy az AB-m ott az elvitte a BZ pótkocsit. Meg... Én akkor már pont a vasútnál voltam. És ugye az esztergomin akkor úgy volt, hogy oda rakták, mert ott akkor még BZ-zés volt, oda rakták az üzemképes BZ-ket, hogy, mert ott ugye elővárosi, ott muszáj volt. Hát igen, arra azt mondták, erre a nagy BZ-kivonásokat egyszerre nézve, hogy az volt a főpróbája az a vonalbezárásodnak, mert nem volt az annyira indokolt, mert nagyon kevés tényleges baj volt velük, ráért volna a következő fővizsgán megnézetni. Hát addig igen, elment volna. De azért nem csak arról van szó, egyébként lehet, hogy arról is, de... Szerintem senki nem mert a döntést bevállalni, tehát, hogy, mert ha meg lett volna egy baleset... Hát vagy sűrűbben veszik a fővizsgálkat, és akkor nem egyszerre vonják ki, aki hanem... Mindig csak annyit, amennyivel még ki lehet adni a vonalakat, és akkor azokat gyorsan átnézik, akkor utána azokat küldik át másnap. Hát igen. Mert hasonló volt a szidéknél és a mindennél, és akkor mégsem mondták ki az egészet, akkor megállt volna a vasút. Jó, de szerintem ebből izé lett, szerintem ebből jobban ügy lett, meg izé, és akkor nem mert a senki bevállalni a döntést, tehát. De a fene tudja, mert ugye nem tudjuk a hátterét, hát nem ez tudjuk, igen, de hát végülis most... utólag lehet mondani, hogy ez volt a fő próbája, csak... Hát valószínű, mert egyébként akkoriban miért nálunk az egyetlen érintett volt, az a Murony Békés vonal volt, ahol szintén vagy fél évig jártak buszok a BZ-ken, jártak 2003 környékén. Nekem van egy nagy élmény. De akkor még visszatértek.
Már nem arról a vonalról, mert azon sose utaztam, hanem amikor nem jártak a bézék. A volt asszonyom ott lakott Dunahalmáson, a Komárom-Esztergomi vonalon. És jöttünk haza anyóségtól, és annyira nem volt ugye busz se, hogy a vértes volán azt volt neki ez a piros Ikarus 55-öse. És azt tette be vonatpótlóba. Ez tök jó volt, ingyen nosztalgia buszoztunk. Hát úgy az igazi. Amit éppen sikerült beállítani. Kár, hogy akkor nem videóztam. Hát, nem is tudom, fotón van-e róla. Fotózni fotózgattam néha. Ja, hát voltak ilyen érdekességek. Hát igen, ezért érdekincs a Népecsi Andrásnak a videói, és én mondjam, a 92-től volt saját VHS kamerája, és akkor igen, ugye, annyi mindent felvett, ami a videóban meg is ötletlen. Az apukájának is volt, és az apukájának előtte meg ezért szuper 8-asa volt. Igen, azt mondta, hogy 8 mm-es csak azokat nem tudja bedigitalizálni sehol. Hát mert igen, az valami állítólag valami nagyon drága. De az apjának nagy kazettás kamerája volt a adáson, ami akkoriban tényleg ritkaság volt. 1990-ben nagy kazettás. Hát az izé volt, az egy kis kazettás. Hát azért komplet vagyon volt a nagy kazettás. Hát igen, egy kis kazettás is izé, az is drága volt. Hát 92-ben szerintem, amikor anyámék megvették azt a kis kazettást, az egy fél évi fizetés, egy átlag fizetés volt körülbelül. De előtte hát valami 80 000 forint volt akkor egy olyan Panasonic kamera, amit megvan még a mai napig is. Hát csak akkor 80 000 forint, az kurva nagy pénz volt. Hát akkor igen. Hát akkor van egy fél év járt a fizetés. Ja, most a kamerából kijönnétek. Köszönjük. Nem baj, mégis a hang az meg lesz. Jó, most? Hát igen, akkor hát miért belefér? Ennyi belefér, hát nyilvános helyen vagyunk. Na. Hát meg van egy olyan felvétel 90-ből, mikor azért Dombóváltó Tamásig azért felvették a vonalat a bezárás előtt pár nappal. Az nekem megvan. És nekem fel van a YouTube-on, de az is egy nagy kazettás kamerával vették fel, azt is valószínűleg. Aha. De a száj, az kivette föl. Mert... Az nem tudom, de az nagyon dikes, de hát, hogy valakinek még volt is ilyen kamerája akkoriban, mert azt tényleg az egy házárába kerülhetett akkoriban, vagy egy luxus autójába simán. És volt neki, és erre használta. Biztos, hát, biztos van neki több felvétele is, hogyha már akkor volt neki, és erre használta, de... Hát csak lehet, hogy nem ebbe a témába videózott. Super 8-as filmek is más lehet mondjuk, igen, csak a hang nélküli Super 8-asok. Ja. Én akkoriban egyébként gyerekkoromban kezdtem fotózni, és én akartam ilyen Super 8-as kamerát. Szombathelyi villamosról van a YouTube-on találtam ilyet, az utolsó üzemnapja egy ilyen Super 8-as film. Ja igen. Hát arra például csinált valaki. Hú, villamosról jut eszembe, láttad azt a izét, hogy valahol a németeknél ilyen TV-6000-es, ezek mint a Hanoveri, hogy valami összeütközött a villamos, vagy úgy megsérült a forgóváz felfüggesztés, meg minden, és messze volt a kocsiszín, hogy nem vontatták be, hanem ott vágták szét a vonalon. De ezt nem láttam, de érdekes lehetett. Pont tegnap néztem meg, nagyon ilyen zöld színű TV-6000-es. Életlen banán, ugye? Az. Fehér úton is van még vagy kettő. Hát a kocsiszínén nyílt napon láttam vagy kettőt oda a hátra félretéve. Mert hogy valahogy a, nem tudom, a főkeret megsérült, vagy alváz, meg a izé, meg a valami, ott a forgóváz felfüggesztés, és olyan nehezen tudták volna végigvonszolni, hogy jobban zavarta volna a forgalmat, mert ott meg volt egy ilyen, hát mint több helyen van, tudod, amikor a két vágány között van egy ilyen visszafogó. Ja, persze, oda félreállították valahogy, vagy lehet, hogy pont ott volt a baleset, azt nem tudom. És ott vágták szét, hogy mit tudom, hogy pár órára lezárták egy éjszakára a vonalat, meg így egy fél napra. Ráraktak ilyen vaslemezeket. Szétkapták ott helybe. És ott helybe. De nagyon nagy volt. Hát az mint olyan lenne, hogyha nálunk ott a Sörgyánában esetezne egyesek, és akkor inkább azonnal bevontatnák a fefébe. Ja. De hát ez meg a városban volt, tehát villamossín, út, járda, és akkor lehetett látni a felvételen, hogy a járókelők ott nézelődnek. Hát nagyon gyenge lett ez a sorompó, hogy ennyiszer fölnyitják. Hát régebben azért tovább volt, meg akkor még megcsinálták azt, hogy ha nagyon nem akarnak följönni, akkor egy kicsit nekiálltak tollatgatni, hogy éppen ebből vonalat, hogy nehogy föl kelljen nyitni. Békésebben volt. Ne, olyan nem volt, olyan itt nem volt. Békésebben volt egy hasonló sorompó, azért ott a Franklin utcánál. Most azt már most láttam videóban, nem? Most már aluljáró, de volt egy olyan Franklin utcánál, ott rendszeresen megcsináltak azt, hogy zárva volt akár egy fél óráig is, mert
meg ha éppen emiatt volt, akkor a fűtőházból botolatgattak oda kifele valamit, meg belógott a rendezés, és amikor kocsikat rendeztek össze, az is belógott oda, és akkor amiért csak kellett menni. És akkor szóval mondtam, hogy ha éppen nem jön semmi, hát akkor neki járnak tolatgatni, nem már föl kell nyitni. Ja, de hát azért igen. De hát igen, ilyen forgalmas helyeken ez van. Hát, tudom, nekem is volt olyan, amikor ilyen tilitolinál, nem biztos, hogy elért a sorompóig, de le kellett csukni, mert most pár méter ide vagy oda, és akkor csukni kellett a sorompót, mert... Hát igen, az a biztos, ha lent van, igen, az mindig azt mondják, hogy... Jó, hát az a biztos. Hogy inkább lent, és akkor ilyenkor mondják azt, hogy jaj, mert hogy izé le van csukva a sorompó, az első jött odáig a vonat, de most amikor tényleg ilyen egy-két méteren múlik, hogy elfér a sorompó, meg a váltó között, meg, hát nem, meg mi van, ha épp nem tud megállni? És akkor mit tudom, hogy gyakorlatilag a személyzet, vagy valami, mert mit tudom én, például a Vörösváron mi is tudtuk, hogy három nagy kocsi fér el, három négy tengelyes fér el, a franc ugye hanyas váltó volt az, nem emlékszek, mindegy, a váltó meg a sorompó között. Az egyes volt az, vagy a hármas, nem tudom, mindegy. Három, négy tengelyes EAS kocsi férte el, meg a gép. És akkor ha annyi volt, akkor nem csuktuk le a sorompót. De például gyakorlatlanabb személyzet jött, akkor inkább lecsuktam, mert mondom, véletlenül nem úgy állnak meg, az már ezért tízes út, hát azért az... Hát igen, az elég forgalmas. Hát, de az a sorompó sincs már, meg ott is aluljáró van. Hát mert megoldották ott is az aluljárót. Ja. Kipuliszták majdnem mindenhol itt azért ilyen... Még a Terranovánál is megcsinálták az aluljárót. De várjál, ott... Ja, nem volt. Vagy volt? Nem, ott egy fénysoropos átjelen volt a Terranovánál, de most csináltak egy aluljárót oda. Hogy is volt? Jó, csináltak ott egy forgalmi kitérőt is azért, az alagúton majdnem izé szabadság. Ja igen, volt ott. Telepig épületek oda egy, vagy majdnem 3 kilométer hosszú. Igen, sorompó volt, tényleg már emlékszem. Ezért a Pürüs Csabára volt. Te még akkor jártam arra, amikor a Vágányzár volt, hogy éppen már felszették a sineket, de nem történt semmi. Akkor csináltam át a Pürüs Csabai alagúton is. Aha. Az igen. Ja. Na, mi van még? És oda azért csináltak egy kétvágányos kitérőt, de majdnem 3 km hosszúra sikerült. 3 km? Hát majdnem, mert egy Pilis Vörösvár belterületén simán elég, majdnem szabadságtelepig elér a kitérő, és a Pilis Csabai alagútnál van vége. Hát az izé, ott a Sanyinál, az őrháznál, ott a hát ott régen Katinénnak hívták. Hát olyan 2,5-3 km megvan az a kitérő vágány ott a két elmecskő között. Oda, hát oda akár három tehervonat beférne. Hát az nem azért csinálták, hát úgy, hanem hogy repülőkeresztet lehessen csinálni. Hát igen, elvileg megállás nélkül lehetne ott keresztezni, csak nem tapasztalják-e mostanában erre. Nem tudom, mert most valami új menetrend van, elég sok vonat lett. Hát akkor az utasítás, ez mennyire lehet ezt legálisan megcsinálni fogok a van ilyen védőváltó, akkor meg lehet. Hogy bemegy kitérőbe mondjuk 40-nel, az egyik vonat a másik vágányba, és akkor a másikba kell meg áthúz egyenesbe, és akkor mire ugye átérne oda. Hát, ha úgy kap előjelzőt, akkor meg lehet, elméletileg meg lehet. De mondom, van ezért. Meg lehet, hogy csinálni megállás nélkül keresztet, hogy az egyik lelassít egyben, bemegy a váltó, vagy a kitérővágányba, és akkor már rajta van a kitérőn, és akkor megy el a másik. Igen, ugye, de van védőváltó aztán mind a két végén, tehát azért mondom, hát hogy az kötelező, azt megcsinálják mindenhol. Ja. Hát innentől kezdve, és elég hosszú, tehát ha pont úgy jön a vonat, akkor ezért. Vagy maximum rövidebb időre kell megállni, mert azért az sem mindegy, hogy hát akkor igen. Kitér, hogy épp, hogy elfér a vonat, vagy addig tud fölmenni, és akkor ha elhúzott a másik, már súgy. Nem, hát ezt csinálták most, hogy a dodogtál, és amikor rájöttek, hogy ezért kevés lesz ez a festes menetrend, ez amikor egy vonatot benyomni, hogy sok az egyvágányú szakasz, hogy volt egy iparvágány kiállgatás, és addig bekötötték a szintén a váltót. Ja, a Mészkőhegynek a... A Mészkőhegynek, hogy még egy-két kilométerrel többen bekötöttek, hogy Mészkőhegynél már ki tud térni az egyik vonat, és akkor kevesebbet kell várni a keresztre. Hát az tök jó. Hogy addig el tud menni, hát annyit tudtak, mert... Hát azt nem vállalták be, mert azt kellett volna, amit a Pilis Jászfalunál megcsinálnak. Meg is volt a kitérő, hogy azt bekötni, és akkor ott is lehetett volna keresztezni. Vagy Pilis Jévi megcsinálna a dupla vágányt, mert volt rá hely, meg lehetett volna. Mi most is van, tehát még a Pilis Jévi most is lehet a dupla vágányt csinálni. Majd lehet, hogy eszükbe jut, azt megcsinálják. Hát lehet. Fene tudja. Ja. Na, én elfáradtam most. Nem hagyjuk abba? Már a sörözést azt nem, csak a... Ja, blogolás. Hát a blogolás... Vagy van még téma? Hát nem tudom, mert bármit, tehát feldobunk egy témát, arról tudunk beszélni.
Még végül is én rájönnek egész nap. 46 perce megy. 46 perce már megy. Köszönjük. Hát még ígyunk egyet azért. Ígyunk egyet a nézők egészségére, ja, igen, hát akkor velünk nyárban, úgyhogy sörözni kell. Ez anya védőitalt, azt fogyasztjuk ebben a nyári hőségbe. És egyébként én holnap utazok Riekába, abból is lesz videó. Igen? Így... Na mesélj már! Basszus, van itt téma. Szerintem ezt még elmondhatjuk, hogy a holnap indul az első Isztia vonat. Most 2000 vasutas ismerőssel, két Ádámmal, most még azt is el lehet szerintem mondani, mert de úgy benne leszek a videóba, mind a ketten. Mi mind a ketten vasutasok, de itt álltok, hogy akkor az Isztiával kimegyünk 19.50-ben indul a keletiből. Ráadásul te lehet útvonalon megy, mert... Yes. Azt gondolom, tudod, hogy a... Igen, tehát ez is nemzetközi. Mi meg erre fogunk fölülni a Bencével jövő szombaton. Ja, ezzel mentek Pozsonyba? Aha, hát nem ezzel a délután, ja, a reggeli. Ja, nem, de így mentek, igen. A reggeli első, az 540-essel. És ráadásul azt nem tudom tudod, de utas vonalon Vágányzál van, tényleg Fehérvár meg Veszprém között. Ja, és izért Tapolca felemegy. Tehát emiatt az Isztiát a 29-eset emelik. Azt hallottam félfüllet. Tehát Tapolca, és akkor még ott is mentett irányváltás. Ja, és úgy megyünk ki, és nagyjából olyan fél 10 környékén fog megérkezni Riekába. Akkor ott el leszünk egész nap, 20-50-kor indul vissza a vonat. Ja, és akkor ilyen tipikus vasutas FIP-jegyes túra? Hát, vagy nem alszatok ott? Hát ne, igen, a többieknek FIP-jegyes túra, nekem ez a kedvezményes 48 eurós jegy, amit reklámoz a mársalt is. Aha. Hogy, tehát én azzal megyek, és fekvőhelyes kocsit, tehát nem alszunk ott, tehát... És 50 euró, 48 euró fekvőhelyes kocsit? Igen, persze, persze, oda-vissza, és ráadásul... Hát ja, az megéri. Még a hálókocsit a kicsit rá kellett fizetni, de megéri, mert... De hálóba mentek végül akkor? Hálóba megyünk, tehát három személyes hálókocsink van, és pont hárman leszünk, tehát... Olyan, mert a kusetban még mellé tekenétek el. És ráadásul ugye két vasutas ismerős, tehát mondjuk a kalausz kulcs ilyesmi lesz, tehát bezárkózunk oda úgy, hogy odasszál, senkiben nem jön. Hát meg ha hárman vagytok, akkor úgyse tesznek mellétek senkit. Nem fognak, tehát nyilván, csak azért simán alszunk, bezárkózunk, a kalauz meg majd jön be, meg hatalán be akar jönni, máshogy ne jöjjön be, máshogy nem engedünk be úgyse. Az így jó lesz, megoldjuk. És hát annyi, hogy és egy napig el leszünk Riekában, város nézünk, fotózunk, videózunk. Hát a buszokat ott is lehet fotózni, hát szerintem villamos nincsen, vagy nem tudom, hanem Fiumébe van-e, de... Nem voltam még ott sose. Én sem voltam még ott, de hát... Hát majd, ha lesz valami de téma, akkor... Akkor megéri az a jegy, ez nem fotózok, drága. Videózunk, még tengerpart is ott van, még fürödni is lehet, hogyha jó idő lesz. Hát azt nem szabad kihagyni. Nem is fogom kihagyni. Egyébként nagyon jó jegyek vannak nemzetközibe. Én most... Vannak, igen. Hát a Pozsony is 17.50 oda-vissza, nem drága. Hát meg 28 euróból kimehetsz Bilinbe, meg Prágába is. Aha. Aztán Prágába 28 euróért mehetsz. Aha, de az ülőkocsi. Hát jó, az ülőkocsi az nem hálókocsi, az sima azért. Tehát az 8 óra út Prágába ott már voltam, tehát ezt így... Aha. Bilinbe jó, is voltam már többször. Én amikor vasútnál voltam Prágába, mindig mentünk, mert izé... Mert a nem azért, hanem a cseh meg a szlovák szabadjegyből hármat adtak egy évbe. A többiből csak egyet. És akkor az a Prága az olyan volt, hogy a... Cseh meg szlovák szabadjegyünk az mindig volt. Hát meg hogyha bűnbe megkezdél Prágába, megy az ember, akkor a vityót azt nem hagyhatja ki. Ugye a jó kis vitopnak kocsma, ahol a kis vonatta hozzá ki a sört. Nem voltam még sose. Egyikben sem, mert bűnbe is van, és akár egyszer megyek a vitopnába, mindig, még asztalt is foglalunk, hogy biztos legyen helyünk. Aha. Én azért voltam Prágába, ahol a Kehelybe, ahol a Schweik játszódik. A Schweik kocsma? Hú, ott 2005-ben akkor még ilyen... Ez a szervezet, ott még szülőkkel voltunk, ilyen haveri közös akármiért, tehát ők szervezték minket, csak hívtak tesómmal, de akkor voltunk a Schweik kocsmában, és amikor legutóbb voltam Prágában két éve, akkor nem találtam, nem tudtam, hogy hol van, de elmentem volna, nem tudtam, hogy hol van. Én nem tudom, hogy valahogy megkerestem, tehát... Én is kerestem, nem találtam meg, de utána a Vitopnát megtaláltam, az fontosabb volt nekem, meg azt, hogy beutaztam a metrókat. Arról nincs logod, arról a Vito, tehát a vonatos... Hát Facebookos live bejelentkezés van egyébként, raktam fel egy hosszabb videót a prágai metrókról, az olyan 40 perces, mert utaztam az összes vonalon, és még a régi 81-esek is ott még voltak a felújítva, meg a villamostól csináltam még egyet külön. De például neked minden videód olyan hosszú.
Hát mert lusta vagy, vagyok közé ketté szedni, vagy három fele szedni. Igen, fölrakom egybe. Álljál, szörög a csoroszja. Ez lustaság, vagy ezé? Vagy inkább ne. Sajnálod a felvételt megvágni? Nem, lustaság egyébként, mert meg lehetne azt mondani. Ami van, azt így egymás után fölvágod, azt ennyi? Persze, hát egymás után többször, meg azt, hogy most megcsinálom. De nem néznék többen, hogyha úgy egy kicsit jobban megdolgoznám? Hát lehet, csak hát most vannak ezek az úti vlogok, mint a legutóbb is, amikor voltunk Szemenigántól, látod a nosztalgiával, és egy... Itt felvettem összesen hát valami másik volna videót, és akkor valami 50 akár egy perc benne maradt, ami... Meg nyilván kivágom azt, ami nem jó magam, de én nem meg még megvágom annyira, hogy azért ne legyen túlnalmas. De nem tudom, nézted el, de például azért, amikor nyitott volt a Fehér úti metró telepen, felvettem másfél anyagot, és akkor... Ez ennyire hosszúakat nem bírom. Valami 48 percet, és akkor én úgy, hogy másfél anyagot megvágtam, úgy, hogy 48 percet benne hagytam, és néztem, hogy hát de többet már nem vágok ki, mert akkor már lényegben veszik el. És aztán pár héttel később meg ugye ezért Zelink az Oli meg felrakott egy másfél órásat, és mondta, hogy több mint két órát, ugye több mint két órát felvett, és akkor neki másfél órás lett, és azt is megnéztem, mert pont akkor jöttem visszafele kaszóról, tehát gyékényestől visszafele a vonaton, azért volt időm megnézni. De vonaton hogy tudod megnézni? Hát van mobilnetem. Tehát, de ilyen erős mobilneted van? Van egy céges korlátlan szimkártyám, ami ugye bármikor lehet, tehát ha ja, az nálam van, akkor persze, igen. Aki informatikus, az meg tudja hekkelni a dolgokat. Meg a céges telefonomon is van 5 GB-nyi mobilnet. Tehát még azt is lehet fogyasztani. És van nekem egy olyan, amit a céges laptophoz adtak, az egy korlátlan netes szimkártya, az is telekomos. És az ember bele kell tenni a laptopba, mert vannak. És akkor ugye arról tudok dolgozni, folyamatosan, mert az korlátlan. Hát így könnyű. De vettem egy mobil rútert, és akkor, hogyha abba belelakom, akkor az ugyanúgy működik. Aha, hát az zsír. Tehát sokan ezt így használtam. Nekem az ilyen nagyon hosszúakat nincs, egyszerűen nincs türelmem megnézni. Sokan így vannak egyébként, de ez a legjobb, mert bármikor... De így belenézek, és akkor beletekerek, mert... Hát nem most mit tudom, hogy nézel egy ilyen 5-10 percig, akkor most jó, most tovább nincs idő, de legközelebb, hogyha behozod, akkor ugyanonnan folytatja a YouTube-nak, ez megvan ez a funkció. Igen, de mire végignézném, addigra fölteszem még 3 vagy 8 másik ilyen hosszú videót. Én egyedül vlogot szeretek sokáig, mert az alatt lehet más csinálni. Mert ugye ott, mit tudom, beszél az illető, és akkor lehet rá elaludni, vagy közben dolgozni valamit, vagy... Facebookozni, vagy írkálni, hát mi mostában azt mondtuk így azért több haverral, hogy így igazából beszélgetünk úgy, de például azért, hogy a triplakát, azt őt például ismered, persze, hát csináltunk. Tehát ő szokott ilyen Wolf 3D modokkal játszani, és akkor az például az abban jó, hogy az ilyen kikapcsolódás, hogy feljövünk Skype-ra, és akkor beszélgetünk, de ilyen up-to-date témától ezzel ki mit csináltad, kinek hogy telt lapja, stb. Így, hát ilyen barátilag. És akkor azt fölnyomjátok live-nak? Hát nem, hát barátilag elcsevegünk, és hát az csak mellékes, hogy ő közben játszik, és azt is nézzük. Meg néha ahhoz is kommentálunk hozzá. Tehát valamikor tényleg csak az van, hogy játszik, az a beszélgetünk, de hát... De pont tegnap volt egy ugyanilyen vlogom nekem is, amikor Wolf 3D-ztem, és akkor ugye feljössz kell Skype-ra Karcsi, feljössz kell Skype-ra utána végén már Zoli, meg Martin is feljött. Jó, még Martin nem ismered, de Zolit ismered. Őt nem. Ez Zelink a Zolit, hogy ne ismered? Zelinket, hát, Zolit ismerem, igen, persze. Jó, Martint nem, Martint de... Martint nem ismerem. De és akkor beszélgettünk különböző témákról, hogy ki mit csinált. Meg utána meg elkezdtünk ilyen ököködésekbe átmenni, hangokba játszásra, meg stb. Live-ba. De ugye ezt dolgoztunk. Azt hasz, hogy én meg közben játszottam, meg közben beszélgettem is velük, úgy is beszélgettek, mindegy, ha játszok is, vagy most a simádban bábolom a képernyőt. Nekem nincs időm játszani. Pont most kérdezte az egyik srác, akivel holnap megyünk forgatni, hogy mit tudom, hogy milyen játékot, hogy játszom-e, meg szeretem elmondom, azt tudom, mi az. Aztán ezért nem, hát jó, meg hát egyébként így. Gameplayt nézni se szeretek, játszani szeretek bizonyos hát dolgokat. Hát jó, sokan nem szeretik a gameplayt, és egyébként ebben még az, hogy azért van egy pár gameplay videóm, de azt messze nem nézik annyian. De bármikor a legtöbb az tényleg az ilyen réteg, meg... De vannak gameplay csatornák, amiket meg kurva sokan néznek, tehát... Hát jó, de ez igazából azt sem lenne értem, mert tényleg az a gameplay az az, hogy... Az arra jó sokszor, mert nekem sok ilyen Imperium Galactica 2-nél is sok olyan gameplay-em, amit csak azért tettem föl, hogy megmutassam, hogy meg lehet ezt így csinálni. Uh-huh. Tehát ez és fenn van vágatlanul, mert sokan nem hiszik el, hogy meg lehet ezt így csinálni. Na, hogy így? Hát, hogy annyira nehéz a játék, az, hogy nehéz fokozaton cheat nélkül nem lehet megcsinálni, mert annyira erős a gép, stb. Meg lehet, csak türelem kell hozzá, meg rendszeresen visszatölteni a mentést, hogy nem úgy alakul valami, és
Aha. Csak hát az egy ilyen gameplay az akár 4 óra is lehet, vagy 3-4 óra is, mert tényleg az van, hogy, nekem idő. Hogy valamikor 80-szor visszatöltöd a mentés, mert valamikor minden naponta kell menteni, és minden és mindig visszatöltem. Valamint a játékban eltelt a napból, és ilyen mindig mentesz, hogy ha nem úgy sikerül, vagy újra kell játszani, hogy 80-szor a satát, mint egyszer sikerül, de... Hát nekem van ilyen 3-4 óra, ami nem... Hát csak másképp nem hinnék el, mert ha megvágod, akkor mondjuk azt mondják, hogy persze, mert megvágod, és akkor kivágod azt, amikor cheateltél, fenn van vágatlanul, akkor elhiszik, hogy meg lehet csinálni. Na jó, hát persze. Jó, hát akik ilyen fanatikus gamerek, azoknak oké. Hát ez igen. De én nem tudnék így 3-4, ha van már 3-4 órám, akkor vagy legalább egy filmet megnézek, vagy akkor nekiállok videót vágni. Tehát... Hát igen, és sokszor nekem sem most ez van, hogy felgyúlnak ott azért vágatlan videót, és akkor azért... Hát ott van, amit együtt vettünk föl, a Rákos Szent Mihály, nekem még ott van. Ott pihen a... Hát azt hiszem, igen. Hát mert nekem azért annyira jó, hogy én még munka közben is valamilyen rá tudok nézni, hogyha megvan vágva a videó, akkor ugye van a gépen TeamViewer, be tudok jelentkezni a munkahelyemről is, és akkor elindítom a rendelést, aztán lehet, hogy az egész nap el van, de hát most... Aztán reggel 9-kor elintem a munkahelyemről, mire meg vágás készen van, hogy na akkor rendelj, mire hazaérek, megcsinálja. Hát de én is szoktam ilyen, de én úgy, hogy vagy lefekvés előtt elindultam, vagy mielőtt elmegyek dolgozni, és akkor hadd dolgozzak. Hát csak hogyha ilyen előbű géped van, mindenre nekem a vége, hogyha dolgozik aztán izomból, akkor pörönnek a ventilátorai, mert hűteni kell, amikor a gépül, szépül, minden vértizatban azért rendel el. Nem tudsz leadni, olyan hangos. Ja. Hát azért, mert nekem ugye hármaszabán van a gép. Aha, hát nekem ott most van még az ágyom mellett, mert általában valamit nézek, valami filmet, vagy ilyesmit. Hát nekem is ott van, tehát... Hát meg ugye most a vendég most nem egyedül lakok a lakásba, addig nem tudom máshova tenni. Ja, de hát nekem ez is most, várjál, most hány percnél tartunk? Ez 30, 25, 55 percnél tartunk. Hát nekem egy ilyet kirenderelni, az minimum 20 óra, tehát. Hát, 1080p-ben, 720p-ben talán kevesebb, de... Hát mert most így február végén is szülinapra napolra így vettem egy új gépet, ami már ilyetes proci van benne, meg több memória, meg videókártya és olyan, hogy ez már tud. Aha. Csak rákodottam egy kisebb vagyon, de az már azért legalább emberi módon dolgozik. Hát majd akarok én is egyébként fejleszteni, meg... Csak az előző gépen 8 éves volt, tehát akkor gondolhatod, hogy az ilyen sebességgel ment. Hát figyelj, az enyém az... Az enyém az nem sokára 8 éves lesz, össze 8 éves lesz. Hát az enyém az jó. És az laptop is izére vettem, nem játékra, nem videóra vettem, hanem csak azt mondtam, bementem a laptopboltba, mondom, legyen rajta jogtiszta Windows, és Office jó fusson rajta, stabil gép legyen, és egy Lenovo-t vettem. A legolcsóbbat, ami így stabilizált, tehát dolgozni vettem. És ahhoz képest azon videózok, azon renderelek, azon ezért le volt már ejtve, már össze van törve, de még működik. Laptoppal mindent lehetett. Egyszer földhöz vágtam a vállásomkor, és semmi olyan nem lett. Hát a vigyó megúszta, az volt a szerencsében. Más nagyon törékeny alkot, hogy ezt egy ilyen... Hát laptop, de a vigyó az olyan, ez nem szereti, hogyha dobálgatják, de... Aha. CPU meg a többi az, hogyha fizikailag nem törik össze, nem lesz baja. Aha. Ja, hát mindegy, bírja nagyon jó. Sokat kibírtak egyébként, tehát azért informatikusként rengeteg ilyen laptopot láttam meg gépet, amivel válogatott kínzásodnak vetették majd ebben alá is. Egyébként igaz az, hogy az én a, mert az enyém sosem volt pucolva, hogy a pucolással fölgyorsul? Hát pusztán attól nem, viszont az elképzelhető, hogyha már nagyon podos, akkor ugye nem szellőzik rendesen, és az lassít. Vannak benne önvédelmi funkciók, még a CPU-ban, meg mindenben is, hogyha túl melegszik nagyon, akkor visszaveszi az óraélet. Tehát most tehát még mielőtt leseréltem volna a gépet, a régi gépennél volt az, hogy pont egy héttel azelőtt, amikor már megvolt, hogy újat fogok venni, és ami nem volt meg, hogy miért. És első pont akkor Bencének volt egy ilyen live videója, amikor mikor ott premier plánba szereltem a gépet, mert így, és én mikor letértem is, hogy átállok laptopra, mert ez a gép valami túl lassú, és kiderült, hogy azért ma a CPU hűtő kilazult. Elegedett a 4 csavarból rajta 2, és nem szorította rá a CPU-ra a hűtőt, hanem volt egy ekkora hézag rajta, ami azt jelenti, hogy semmit nem hűtött. Aha. De bekapcsoltad a gépet, azonnal a CPU-hoz fog túl megedni, és akkor... Jó, amikor a BIOS-ba kérdezni, és azt látod, hogy ilyen 90 meg 100 fokos a CPU, akkor gyanakolsz, hogy valami baj van. És akkor nézed, hogy de a ventilátor forog rajta a hűtőmód, és akkor megmozgatod, hogy hát ezt nem tartja már semmi. Tehát venni kellett rá egy új hűtőt, hogy működjön. És ilyenkor csinálja azt, hogy visszafogja a teljesítményt, mert ilyen önvédelmi funkció... Hát, hogy nem szarodjon el a... Vannak benne önvédelmi funkciók, hogy nem fog leégni meg semmi, de visszaveszi a teljesítményt, hogy ameddig vissza nem hűl.
Aha. És hogyha semmi hűtés nincsen rajta, akkor kb. 3 másodperc alatt belegszik 100 fokra, miután bekapcsoltad. És utána visszaveszi a teljesítményt, ilyen tényleg ilyen reumás teknős béka. Stb. Vagy nem tudom, hogy mindenkinek ilyen csak a létsám, hogy kurva lassú. És ugye nem tud visszahűlni, mert nincs ami hűtse. De a hűtőbordra nem érkezik vele, akkor hiába forog a ventilátor. Aha. Akkor abból nem lesz hűtés, és akkor, hát akkor visszaáll ilyen nagyon. Tehát esetleg az lehet, hogyha túl melegszik, akkor visszaveszi a teljesítményt. Aha. Tehát akkor ki kell csapatni, de laptoppal egyszerűbb, mert azt fogod honnan csapod, először egy benzinkút, azon van kompresszor, és azzal ki lehet csapatni. Ez már hogy? Hát ugye simán van a kompresszor, mert a biciklikerekeket szokták felfújni a benzinkútnál, és akkor az sima sülített levegő. Azt tudom. De lehet ilyen flakont is venni a médiumátban. De hova fújjon be? Szét kell szedni, nem? Hát szellőző nyílásokon befújja, és akkor szerencsében kifújja a port belőle. Aha, és de az nem tehet tönkre valamit? Ne, az biztos nem, mert én sok gépet kicsapattam már, így kompresszor. Hát akkor elmegyek. Még azt a gépet is csapattam ki kompresszorra, úgy a sajátomat is volt, amikor hát a lakásomban szemben lévő benzinkútra átvittem a gépházat, és akkor a kompresszorra kicsapattam. Amivel a biciklikerekeket szokták felfújni. Na, gyerekek, ez egy számítógép tisztítás tutoriál. Igen, de meg lehet csinálni, csak a laptopot egyszerűen becipelni, vagy más nem, akkor ugye, csavarokat, amiket szabadon látsz, azt meglazítod, és akkor leszed a hátulját, és akkor ott ki lehet csapatni. Amit lehet koszt, azt kicsapatod belőle. De akkor... Főleg a ventilátor az érdekes, mert az összegyűjti. Aha. De akkor veszek egy ilyen sprayt, gondolom, ezt a sűrített levegős sprayt lehet ilyen informatikai boltokba kapni, nem? Lehet, igen. A levegős sprayt az lehet. Hát 1200 forint a médiumárban mindig van. Az se drága. Nem drága, de azzal is meg lehet csinálni. Aha. Hát de... azért én egy szétszedett laptoppal, meg azért nem biztos, hogy szaladgálnék a izébe. Tehát én úgy tenném le, hogy tudjam, hogy melyik csavar hova való lehet. Hát laptoppal még egyszerűbb elmenné benzin. És akkor a belvárosban kevés benzinkút van most. Nekem szerencsém van, mert pont a lakásomban hát szemben van egy. Igen, tehát gyakorlatilag átsétálok a túloldalra, és ott van egy. Ja, na jó, mindig tanul az ember valamit. Figyelj, Dani, szerintem most már fejezzük be. Ja, most már, jó, igen. Már megvan Bencének az egy óra. Szövegelünk itt már egy órát, igen, de legalább Bencének lesz mire elaludni. Ja, így ja, van. Szia Bence, egyébként ezúttal is üdvözletek. Jó így gyerekek, búcsúzik a Rikári meg az Adani mára. Jó lesz az így. Énekeljük Bencének is altatót? Nem kezd. Szerintem, ha eddig megnéztem, ahogy is elaludt. Lúgy, majd erre fölébred. Na jó van. Most már fölösleges, de... Nézzünk tovább, a felvételt azt megállítjuk. Ha idáig megnéztem, ahogy is elaludt. Igen, de most erre fölébredt erre az altatóra. Amikor ilyen repett fazék hangom. Na, sziasztok. Az biztos. Oké, okay, na, csüssz, sziasztok. Csüssz, sziasztok. És mindenkinek köszi a türelmet, aki ezt megnézte. Nagyon kösz leállít. Elhúzom bölcsőből, elveszem bölcsőből, megfürdettem. Marcival csigát, szedek, megbeszélem, hogy miért nyelassi csiga, miért csúszik. Jó, jó, megy még. Nem érdekel, mert nem. Mindenhol a végén összeadom egy. Olyan számok jönnek ki néhoz.